Az influenza támad minden évben. Az influenza egy gyorsan terjedő, tömegeket érintő vírusos légúti megbetegedés, amely néha halálos kimenetelű. Az influenza járvány késő ősztől kora tavaszig tart, így ebben az időszakban érdemes jobban odafigyelnünk az egészségünkre. Három típusát különböztetjük meg, A, B és C típusú influenza. Ezek közül a C kisebb járványokért felel, tünetei kevésbé súlyosak, így a legtöbb beteg pár nap leforgása alatt jobban érzi magát. Az A típusú vírus azonban már nagyobb problémákat is tud okozni. Ez felelős a nagyobb járványokért is. Mivel az A és B típusú vírusok folyamatosan változnak, mutálódnak, újra meg újra képesek minket megbetegíteni. Miután nem egy bakteriális, hanem vírusos megbetegedésről van szó, az antibiotikum szedése teljesen felesleges. A vírusok ellen egyedül az immunrendszer lehet hatékony. És ez mindenféle vírusos megbetegedés esetén igaz. Az interneten található oldalak vitaminok szedését ajánlják, és különféle paracetamol készítményeket, amelyek a tüneteket teszik elviselhetőbbé. Ez a videó azonban azoknak készült, akik inkább a természetes módszereket részesítik előnyben. Akik nem vegyi anyagokat akarnak bekapkodni, hanem inkább az immunrendszerüket szeretnék csúcsformába hozni, hogy az elvégezhesse a feladatát. Csak hogy az internet tele van ígérgető weboldalakkal. Biztosan ez sem az első olyan, amelyik megoldást kínál neked immunerősítésre. Talán azt gondolod, hogy be akarlak csapni valami vacakkal, rád akarok sózni valami divatos táplálékkiegészítőt csupán a pénzért. Hiszen mit érdekel engem a te egészséged, nem igaz? Nem is ismerlek. Nem érted, hogy miért ne a patikában vagy bioboltban vennél meg valami ismert márkájú terméket? Ha ez így van, akkor ezzel semmi baj nincs, ugyanis a kritikus gondolkodás az intelligencia jele. Ezek szerint te nem dőlsz be minden ígéretnek, és a járt utat nem szívesen hagyod el a járatlanért. A józanész és a logikus gondolkodás manapság fontosabb, mint valaha. És pontosan erre a logikára van most szükség. Nekem úgy tűnik, hogy a tömegmédia azt próbálja velünk elhitetni, hogy nincs is immunrendszerünk. Azt, hogy egy vírusos megbetegedés ellen csak és kizárólag a védőoltások sorozata védhet meg. Arra akar rávenni, hogy ne bízzunk a saját testünk öngyógyító képességében. Minden tünetre valamilyen szintetikus orvosságot javasolnak, egy reklámblokkban 20 reklámból 7-8 reklám. Ha van is immunerősítésről szóló híradás, az valamelyik gyógyszergyár szintetikus készítményét ajánlja. Akkor mennyire logikus az, hogy az a készítmény valóban hatásos? Hiszen úgy tűnik, hogy pont nem az immunerősítés a céljuk. Nem az a logikus, hogy a patikában, bioboltban kapható készítmények semmiképpen ne húzzák keresztül a nagy tervet, a vakcinázást? Valamennyien ismerünk régi, jól bevált immunerősítő hatású gyógynövényeket, népi gyógybódokat. Az, amit én ajánlok most, sajnos Európában már nem ismert a széles rétegek számára. De nem így van az Ázsiában, ahol az inkvizíció nem írtotta ki a füves asszonyokat, mint boszorkányokat, és így nem felejtődött el a tudásuk sem. Ázsiában évezredes hagyománya van a ganodermának és a többi gyógygombának. Ott százszor előbb bíznak meg a ganoterápiában, mint valami szintetikus készítményben. És ott azt is tudják, hogy nem minden ganoderma készítmény egyformán jó minőségű. A ganoderma gomba egy gyűjtőszó, amely közel 200 alfajt takar eltérő hatóanyagtartalommal. És a feldolgozási technológiától is sok függ, hogy a hatóanyagból mennyit sikerül magába a készítménybe beletenni. Én nem egy immunerősítő készítményt akarok neked eladni. Én egy partnerséget ajánlok. Azt vállalom, hogy a legjobb tudásom szerint segítelek abban, hogy jó döntéseket hozhass a saját egészséged megőrzése érdekében. Nem leszel egyedül. Csak azt fogom javasolni, amire szükséged van, és nem nagyobb adagot, mint amekkora kell a kívánt hatáshoz. Nincsenek véletlenek. Én már egy évtizede foglalkozom ganoterápiával, és többször bebizonyosodott, hogy senki nem véletlenül találkozik vele. Bárki mondhat rá nemet, és voltak is sokan, akik nemet mondtak rá. Aztán néhány év múlva újra megkerestek, immár komoly egészségügyi problémákkal. Ez olyan sokszor történt meg, hogy az már nem lehet véletlen. Talán erre most azt mondod, hogy ez egy gusztustalan reklámfogás a részemről, és csak sarokba akarlak szorítani. Akkor nyugodtan mondj nemet.
mondj nemet és sétálj tovább. De bárcsak tudnád, hogy milyen sok emberen segítettek a gyógygombák, és bárcsak elhinnéd, hogy erről a tévében és a rádióban soha nem fogsz hallani. Vagy iratkozz fel a hírleveleinkre, jelölj ismerősnek a Facebookon, vagy hagyj üzenetet. Meghívhatlak egy zárt csoportba is, ahol több mint 5000 tag osztja meg a saját tapasztalatait ezekkel a készítményekkel kapcsolatban. Mindenféle kockázat nélkül összegyűjthetsz annyi információt, amennyire szükséged van a döntéshez. Ez kockázatmentesebb, mint nemet mondani.